névjegyzékben is hozzon, hogy neki élő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok összesen 69.465-en voltak, átjelentkezettek 1.115, külképviseleti névjegyzékben 277 fő, így a választópolgárok száma a választókerületben összesen 70.852 fő volt. Összesítette a végleges adatokat a helyi választási bizottság az áprilisi országgyűlési választásokra. Ez alapján a szavazókörökben 46.458 fő jelent meg. Átjelentkezési és külképviseleti boríték 1.291 darab érkezett, így az összes voksát leadó szavazópolgárok száma 47.749 fő volt, összegzett a helyi választási bizottság Jászberényben április 9-én délután. Urnában és beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma 47.703 volt, érvénytelen szavazólapok száma 530 darab volt, az érvényes pedig 47.173 darab. Így 100%-os feldolgozottság alapján született a következő eredmény, melyet a HVB elnöke közöl stábunkkal hétfőn délelőtt. A nyárságban Pócs János képviselő úr 28.215 szavazatot kapott, míg második helyen dr. Kertész Otto 15.915 szavazatot. Harmadik helyen Dobrány Gyula 2.116 szavazatot nyert el, Oswald Nándor 551 szavazatot, Magda György 265, míg Balog Imrénéné 111 szavazatot nyert el. A szavazati eredmények hitelesítésén túl a választási bizottság feladata a választás rendjét sértő kifogások vizsgálata is. Ezekből 20 érkezett, főként a kéretlen hívásokra vagy plakát leragasztásra hivatkozva. Javarészt érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani, mivel nem tartalmazták a választási eljárásról szóló törvény kötelező tartalmi elemeit. Némelyet érdemében is elbíráltunk, és volt, amelyeknek helyet is adtunk. Ugye ezeket megtalálhatóak majd az interneten. Hát a legtöbb kifogás telefonhívások miatt érkezett, kéretlen hívások gyanánt, de volt plakátleragasztás miatt is, de elmondható, hogy lényegében nem nagy számban, tehát viszonylag problémamentes volt a jelen választás. A HVB egy plakátleragasztás esetében megállapította a jogsértést, de a beadványból nem lehetett kideríteni az elkövető személy azonosságát, így elmarasztalásról nem eshetett szó. Dr. Szabó Csaba elnök kiemelte és megköszönte a szavazókörök magas színvonalú és olajozott munkáját, amit választókerületünkben mindenhol tapasztalni lehetett. Ezzel a helyi választási bizottság feladatai megszűntek, befejezték tevékenységüket.